Honnan tudod? Mert csak abban az esetben megyek hozzá feleségül, ha örökre fel vagy a leánynevelésen, és megelégszik a te autógyárat igazgatói állásával. Mondta neked, hogy ki akarom nevezni! Na hallod, hát valamiből csak meg kell élni az embernek. Somogyi Csaba vagyok, Biatorbányon gyermekeskedtem, egy szegény család első gyermeke vagyok. Anyukám bolti eladó volt, apukám meg esztergályos. Általános iskolai tanulmányaimat Biatorbányon végeztem, jó átlaggal, majd Budapesten jártam középiskolába, egy egészségügyi szakközépiskolába érettségiztem, és utána mentőknél helyezkedtem el. Bölcskére jött férhez a nagymamámnak a legkisebb húga. És én gyermekkoromban, mivel építkeztünk és szegények voltunk, nem a Balatonra jártam nyaralni, hanem Bölcskére. Akkor még nem volt meg a védműgát sem, és a nagymamáik házáig ért gyakorlatilag, ha árvíz volt a Duna, és ez számomra meghatározó élmény volt. Annyira beleszerettem az itteni környezetbe, a szőlőművelésbe, Biatorbágyon az se volt, meg a Dunában, meg az itteni létben, itt teljesen más élet volt, itt legeltek a tehenek, meg az utcán hajtották ki még akkor, amikor gyerek voltam, és elhatároztam akkor gyerekkoromban, hogy én itt szeretnék élni. Aztán, amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor lettünk itt egy külterületi ingatlant, egy tanyaházat, egy kisebb kerttel, és hát azt szépítgettük, és így kerültem végül is Bölcskére. 2011. júliusában végleg ide költöztem Bölcskére, és hát itt a korosztályommal ugye ismerkedtem, és jártunk szórakozni, beszélgettünk, stb. Aztán 2012-ben a foci EB-t itt néztem ebben a kocsmában, mert projektoros kivetítés volt, és hát óriási hangulat, 40-50 ember nézte egyszer a meccset, és hát a haveri vagy a baráti társaságom is ide járt meccset nézni, és hát én itt csatlakoztam. És akkor egy ilyen meccsnézés után az Erzsé, a kocsmárosnak a felesége megkérdezte, hogy lenne hozzá kedvem, de lenne egy feltétele, hogy még egy embert kéne hozzak, és én nagyon boldog voltam, nagyon örültem, és egyből döntöttem, nem gondolkodtam egy pillanatot se rajta. És így kezdődött ez az amatőr színjátszó pályafutás. Aztán majd néhány hónapra rá még a Néptánc Egyesületbe is hívtak, és oda is örömmel mentem, és így ez a két dolog, ami így hobbiként megy nekem, igen. Amíg magolni kell a szöveget, addig hát nem áll össze a kép, addig nem vannak összefüggések, bár elolvasom az egészet, tehát nem csak a saját szerepemet, hanem az egész színdarabban tisztába kell lenni. A színpadon, ott valahogy egyik hétről a másik hétre memorizálódik a szöveg. Nem tudom, ott sikerül. Hát most decemberben, karácsony előtt egy héttel, ha jól tudom, akkor lesz egy kabaré est, és én is kaptam már szerepet, egész pontosan benne egy szövegkönyvet, és majd választok magamnak, ez a jelenlegi felállás, hát nagyjából életkornak, meg karakternek megfelelően, hogy elolvasom az egészet, és akkor majd kiválasztom magamnak, és ha nem megfelelőt választottam, akkor nyilván a társulatvezető, a János majd kiigazítja, hogy mi lenne inkább az én karakteremnek megfelelő. Hoffer Erzsébetnek hívnak, és én 3 évvel ezelőtt kaptam egy lehetőséget, mint súgó személye, hogy belépjek egy színdarab játszásában. Én ezt elfogadtam, a sors úgy alakította, hogy ebből egy szerepet kaptam végül az egyik, hát végül is színész jelölt helyére. És utána én ezt folytattam, mert annyira tetszett, és én teljesen maximálisan bele tudtam élni úgy magam a szerepekbe, amit kaptam, hogy én úgy döntöttem, hogy azt tetszik nekem, és ez nagyon jó kikapcsolódás. És onnan jött ez, hogy én tovább vittem egy következő darabba, és most a 3. darabban lehetőségem nyílt arra, hogy egy főbb szerepet játszak, hiszen itt mindenki főszereplő. Én idősellátással foglalkozok, én minden hétköznap, illetve munkanapon járok ki idősekhez, és amiben segítséget tudok nyújtani a számukra, azt megteszem bizonyos kereteken belül. Jó. Ami nekem a legnagyobb nehézségem volt az, hogy lányos lenni, mert viszonylag azért aktívabb, sportolósabb, fiúsabb természetű voltam, tehát én nem barbibabáztam, nekem jó volt a barkácskészlet is.
és így egy kicsikét nekem az jelentett a nehézséget, hogy mindenki azt mondta, hogy legyél lányosabb. Tehát aki megnézi a darabot, azt nem gondolta volna, hogy én nem ilyen vagyok a közéletben. Márpedig én nem ilyen vagyok. Tehát mi kerékpárra járjuk, tehát napi szinten több kilométert biciklizek. Nem ez a cicomás leányzó, tehát én nem szeretem sminkelni magamat. Én olyannak szeretem magam, amilyen vagyok, és az a lényeg, hogy természetes arcom legyen, és nem egy elfestett bármi. Színási Gábornak hívnak. Hát nekem úgy kezdődött ez az egész, hogy néptáncolok 9 éves korom óta, és akkor egyszer az Erzs néni megjelent, hogy kell neki, mert hogy kiestek szereplők, hogy elment dolgozni külföldre, nem értek rá, és akkor vállaljam el. És akkor ott volt a haverom is, és akkor mondom, hogy akkor vállalom el, hogyha jöhet velem ő is. Vagy nem ismertem senkit ebből a társaságból még, és akkor mondom, akkor legyen valaki, akit ismerek. És akkor ez volt 3 év a Gyűrű Zsidóban, és ott kaptam egy kis szerepet, és jött a következő, ott is kaptam egy kis szerepet, de aztán ott is kiesett a főszereplő, és akkor megkaptam a főszerepet. És akkor most jött a 3. év, és akkor megint megkaptam a főszerepet, hál' Istennek. Annyira nem vagyok sztár élet, mert úgy visszahúzódó voltam eddig, és akkor úgy ennek által úgy kinyitottam a faluba. Úgy próbáltunk választani darabot, hogy voltunk 16-an, és akkor nem akartuk, hogy most egy 10 fős szereposztású darabot újból csinálni, és akkor hogy maradjon meg ez a régi csapat, hogy 16 vagy több inkább, hogy maradjanak meg a nekem ki dobni senkit, magyarul mondva. Anyukám is itt van, mint sugó, az egyik sugó. Ő utánam jött még, és akkor úgy el vagyunk. Prókai Erzsébet vagyok, Békés megyében Nagykamaráson születtem. Elég körülményesen kerültem Bölcskére. Az igaz, hogy amikor Paksról ide költöztem, célirányosan ide akartam jönni, mert akkor már itt az emberek összetartása annyira vonzott, hogy közöltem, hogy itt szeretnék élni. A színjátszással úgy kerültem kapcsolatba, hogy eléggé ilyen magamba forduló voltam, nem jártam sehova, és valahova ki kellene kapcsolódni jeligével. Úgy éreztem, hogy ez, amit úgy szívesen csinálnék. Nem is a szereplés, hanem az, hogy egy közösségbe tartozni. És ahova el tudok menni, és jól érzem magamat. És így kerültem be. És nagyon örülök neki, hogy itt lehetek a fiatalok között, mert egy olyan élményt adnak, mert némelyik unokám lehetne. De annyira tisztelettudóak, annyira kedvesek velem, és ez a színház összefogja az egész csapatot. Tehát egy család vagyunk. Én nagyon szeretem őket, és úgy érzem, hogy ők is nagyon szeretnek engemet. És megpróbálom mindenbe, hogy tényleg összefogni, lelket önteni, amelyik valamelyik szomorú, vagy valami, akkor megvigasztalom. Adott esetben a családi problémákat áthidaljuk. Én nekem nagyon-nagyon sokat adott ez az Amatőr Színjátszó Egyesület. Nagyon-nagyon sokat. Merem mondani, hogy életembe éveket adott pluszba. Tóth Jánossal beszélgetünk. Pakson születtem 1954-ben. Milyen család? Paraszt családból származom, édesapám parasztember, édesanyám szintén a TSZ-ben dolgozott azelőtt. Így nevelkedtünk szépen, öcsémmel együtt, ketten vagyunk testvérek. Mi volt az, ami elindította a pályán, amíg Bölcskéig jutott? Itt most nagyon röviden, tömören össze kell foglalnunk azt az életutat, amit itt a színház rendezéséig eljutottunk. Tehát született paraszt család, milyen volt a környezete, milyen Bölcske környezete? Hát falusi környezet volt, jó kis család környezetben éltünk, iskolai végzettség, mikor elvégeztem az ügypari iskolát, ide jöttem Bölcskére dolgozni, akkor szembesültem először a színjázzal, Bátor Marci bácsi meghívott engemet, legelső
a Nem éledek muzsika szó nélkül című színdarabba játszottam, és attól kezdve folyamatosan a Leányvásár, a Lili Báróné, a Csókosasszony, ezeket a fiatalkori szerepeket játszottam. Korabeli jelmezekkel játszottunk annak idején még, mert volt rá lehetőség, a Mezőgép és a Termelő Szövetkezet bérelt ezeket a ruhákat, amit fölmentünk színdra próbára Pesten, próbáltuk a ruhákat magunk, és itt a Falusi Színházban azokban a jelmezekben játszottuk a színdarabokat. Hát ma már sajnos ez nem így működik. Akkor volt egy időszak, amikor a 80-as évekig elmentünk, úgyhogy nem volt a faluba színjátszás. Volt egy Füstös Valika nevű lány, aki egy asszonyka, aki újra élesztette bennünk ezt a színházhoz való hűséget. Elkezdtük, játszottuk a Sári Bírót. Utána játszottunk több előadás még utána megint egy kis szünet keletkezett ebbe a évbe is. Jött egy a Törjék Ibaj nevű színművész barátnőm társam annak idején, hogy hát János, újra elmúlottak az évek, játszunk már valamit. És akkor nyújtunk a Gyűrű Zsidóhoz. Nagyon nagy sikerre adtuk azt is elő. Akkor utána játszottuk még a Doktor Urat, ami nagyon nagy siker volt szintén. Szinte, amit mi bölcske játszottunk, az mind nagy siker volt. Hála a jó Istennek, a faluban olyan emberek laknak, igénylik azt, hogy mi mikor játszunk. Jönnek ide budapesti művészek, adnak is elő előadásokat jól. Nem mindig biztos, nem mindig teltház előtt. Amióta mi itt ebből a kis falusi színjátszó körbe játszunk, hát hála Istennek, mindig teltház előtt játszottunk, és ezután is reméljük, hogy az előtt fogunk játszani. Darab választás az hogy történik? Hát most a legutóbbi, amit a Tanácsfészek című darabot a kollektíva választotta ki. Milyen demokratikusan rendezzük a darabunkat, sőt, úgy mondhatnám, most is kihozottam a szerepkönyveket, válasz ki magad körülbelül, hogy mi leszel, majd azt mondja, utána eldöntöm, van leszel-e vagy nem-e, csak próbálkozzon avval a személlyel átélni, hogy ki az, mi az, és el tudja játszani. Kezdődött az, hogy éppen rendező lett. Hát ez most non-stop gyorsan jött, ugyanis mi, hát sajnos azt kell mondani, hogy ketté váltunk a Bölcskei Színház, színjátszókör, és én nem akartam már őszintén, még nem akartam játszani. Nem is játszok most sem, csak ide jöttek ezek a fiatal gyerekek hozzám, hogy hát Jani apu, most mi velünk mi lesz? Nem játszunk? Hát mondta neki, gyere, hogy legyen az. Szedjétek össze magatokat, gyertek ide, meglássuk hányan leszünk, választjuk a darabot, és akkor legyen. És 18-an összejöttünk, és játszottunk. Játszottak egy kettő előadást teltház előtt, ami szerintem őszintén újra egy nagy sikerre mondható. Díszletek, környezet. Hát a díszleteket mindent mi saját magunk állítunk elő. Festéstől kezdve világon mindent mi megoldottunk. Voltak, vannak barátaink, akik segítenek ebbe. Szobafestők, asztalosok, mindenki a maga szakmájában, lakatosoknak, amiket kell. Ki tervezte a díszletet? Ez már adott volt a díszletünk, mert a Csókosasszonynak a maradványaiból játszottunk, és mi díszítettük fel különbözőt. Nem nagy térkép kellett hozzá, iskolai jelenetbe, tábla, padok. Ez minden maradék az iskolából, bölcske iskolából származnak, és rendbe tettük őket, kifestegettük, és előadtuk a darabot.
tudom, mit tudom, hogy